A polgármester hivatal tájékoztatása szerint a héten elkezdik a munkát, mint megtudtuk, erre leghamarabb szerdán vagy csütörtökön kerülhet sor. A Csereháti lakónegyedet és a II. Rákóczi Ferenc utcát összekötő útszakasz felújítása már több éve szerepel a városvezetés tervei között. Még 2011-ben leaszfaltozták a Csere Dom Kuvar Imecs László utcákat, a Csereháti lakónegyed lakói utakat, járdákat, új, felszerelt játszóteret tudhatnak magukénak. Az Éltetőkút utca felújítása a városrész modernizálási folyamatának a következő lépése. Először egy esővíz elvezető rendszer megépítése, majd további anyagi források érkezésével az 540 méter hosszú út és járda elkészítése következik. Ma reggel az Éltetőkút utcánál megtörtént a műszaki átadás, ez azt jelenti, hogy szerdán vagy csütörtökön elkezdődnek az effektív munkálatok. Első lépésként az esővíz elvezető rendszer, majd további pályázati pénzek érkezésével az utca további modernizálása folytatódik. A projekt kivitelezője az egyik helyi cég, a szerződés szerint 24 hónap áll rendelkezésére, hogy befejezze a modernizálást. A jótállási idő szintén 2 év. A munkálatok kivitelezése után a Csereháti lakónegyed, valamint az Éltetőkút utca lakóinak közlekedése is könnyebb lesz, de az szinte biztos, hogy idén még nem készül el az utca, erre várhatóan csak jövő év derekán kerül majd sor.